Eltelt egy év, és így visszatekintve az évre azt gondolom, hogy ez is nagyon gyorsan elrepült, nagyon sok minden történt ebben az évben is. És itt vagyunk a városi Gödörben, és az adventi ünnepekre készülődünk, karácsonyra készülődünk, várjuk a Mikulást, a Jézuskát, és mögöttem már a kollégák éppen ünnepi díszbe öltöztetik itt ezt a kis rendezvényteret, és következnek majd az adventi vasárnapok, amelyekre ezúttal is sok szeretettel hívok mindenkit, hogy töltsük itt majd együtt, egy kicsit hangolódjunk az ünnepekre, forduljunk egymás irányába szeretettel, és csodáljuk meg majd azt a szépséget, amit itt lesz majd és bennünket vár, akár az új városi karácsonyfánkat is, amelyik innestől kezdve folyamatosan itt fog majd mindannyiunk örömére nőni, erősödni reményeim szerint évről évre, és minden decemberben pedig majd feldíszítve színesíti meg az életünket. Azon kívül, hogy most már egy ültetett fenyőfánk van itt a rendezvénye is egy kicsit megújulna, és igyekeztünk olyan műsorokkal kedveskedni a békésieknek, amely remélem, hogy nagyon sok fiatalnak, családosnak fognak örömet okozni, és nagyon sok mindenki fog majd ide eljönni hozzánk. És ahogy az előző évben, advent vasárnapján, délután 4-kor várunk mindenkit szeretettel, és azért is különleges ez az év, hisz a advent 1. vasárnapja az pontosan 24-ére esik, ahol viszont majd a katolikus református templomban várjuk a vendégeket.